Sziasztok, üdvözletem innen, Nyíregyházáról, és megint vonalban János túra lesz, mégpedig Balsatisza partig, legalábbis terv szerint addig próbál kell jutni. Itt van már a transz-es... Transzvonal. Mert a transzvonal magánjárat, ezzel elmegyünk Hermina hagyáig, és akkor onnan séta. 16:05-kor indul vissza az utolsó busz, ha jól emlékszem. Azt kéne elérni, és igen, akkor már úgyis sötétedik, tehát onnastól kezdve úgyis vissza kéne fordulnunk. Bármi is történik. Sziasztok! No. És akkor most Ádám is itt van vonalbejárásnál. Most ilyen közös vonalbejárás lesz, és hát 15 km-t kéne sétálnunk, hogy körülbelül túra alatt. Nem egy lehetetlen küldetés. Hát nincs akkor a dzsungel, hát akkor az végül hát igen, majd még, hát jó, hát nem tudjuk meg, hogy a dzsungúj van arrafele, mert... Nincs a dzsungel, akkor még akár kocsmázás is belefér. Igen. Hát 2009 óta elment az utolsó vonat, és azóta ott nem nagyon volt PFT gondozás, úgyhogy... Hát szerintem sok jól nem számíthatunk. És egyébként egy Szetrával megyünk, mint látjátok. Lennyiát majd, akkor Herminánál jelentkezek ott a múltkorabba hagytam a Dombrádi vonal bejárását. És akkor ezt nézte, megérkeztünk Hermina tanyára. Szépen le van kaszálva az állomás. A múltkor itt hagytam abba. És itt van az állomás épület, és arra fele kell tovább menni, az első útátjáróig szintén le van kaszálva. És a onnastól lesz majd a hardcore fokozat. És ezt nézzétek, még az utolsó menetrend is kín van. 3.58-tól 21.35-ig lehetett utazni. És nézzétek, itt van a bejárati jelző érvénytelenítve. Itt azért lesz mit koszálni. Hát lesz innen, már azért megdelekedett a gaz. Ja, főleg, hogy errefele még mi van. És egyébként most itt megyek a vágánytengelyben, nem tudom mennyire látszik, de itt megyek. Egy időt. És itt még kerülni sem nagyon lehet hol. De szerencsére ezek nem szúrósak. És ott a 24-es szelvény. Vagyis hát a 240-es. És hát nagyjából Balsáig erre kell számolni. Hát itt 34-es sinek, betonaljas felépítmény, meg bagikő. Most egyelőre ez van. Az állomáson egyébként voltak 48-as sinek is. Igen, nagy előnk tovább. Hát nagyjából egy olyan 5 km-re van Tiszabercen. Aztán még azt hiszem Gába Vencs elől jön a még ilyen nagyobb település. És utána már Balsa. És egyébként kb. 5 óránk van, ezt 15 km-t lenyomjuk, mert utána már el kell sötétedni. Meg 16 óra 10-kor jön az utolsó busz, vagy 16:05-kor. Járhatatlan pálya rész kezdete? Bár... Ha nem mellett még el tudunk menni. Sőt, ezek ugye, ez már kiszáradva, tehát szerintem ez törik, mint a lopi. Tehát még az se lenne probléma, hogyha nagyon berógna. Ennyi. Hát itt azért lesz mit csinálni, az is biztos. Hát leginkább kaszálni ott. És megérkeztünk az előjelzőhöz. És itt már kevésbé igazos a pálya. De még előttünk is ahhoz képest, ami itt volt, vagy 200 méteren, itt még egész baráti. Na aztán majd meglátjuk, meddig lesz ilyen. Egyébként még jó világ van. Na, ezt nézzétek, hát eddig mondhat, és hiba így volt. És errefele tovább is annak látszik. Hát itt most, ahogy látom, most nyílegyenes lesz egy darabig. És semmi érdemleges. De hát haladunk tovább, hát olyan sok gaz nincsen. Még ott előttünk megint lesz egy pár kidőlt falvágányon. Az első földutas átjáró, mióta jövünk. Elég rendesen be van gazosodva. És az egyik András kereszt már hiányzik, annak a nyomát megtaláltuk, és elégen. Szántóföld szélén ezt a gyűrvet. És hát errefele meg a helyzet változatlan.
felépítmény is változatlan, meg a növényzet is. Szerintem kezd látodni a település. Hát az még nem az szerintem. Ezt nézzétek meg, a susnyás előttünk. Hát itt mellette azért nagyjából el lehet menni. Csak csúszik a töltés. És mindjárt Gilányi megállóhely. Ez érkezünk. Az valahol elfele lesz. Mondjuk itt már biztos, hogy járt valaki, mert van itt egy ösvény. Hát vagy a bambit. Hát igen, vagy igen. Vagy nyulak, meg őzek, azok járhattak erre. Bambi szarvas, repik. És mindjárt megérkezünk Gilányi megállóhoz. És hát Gilányi. Itt már a pelon van. Sőt, még úgy látom, a tábla is megvan. Megállási jelző, az megvan, az biztos. De ott a tábla is. Aha. Igen. Hát az esőbe álló. Úgy látom, hogy ott a megállási jelzőig van. Igen. És itt van a pelon. És megvan a tábla. És arrafele tovább. Hát csak eddig van kitakarítva a pedon végéig. És ott az esőbe álló. És elmillat a nyafele. Nézzétek, na villamosított vasútvonal. És arról jöttünk, ott volt egy 10-es lassújel. Na, itt vagyunk már Paszab határában. Itt van egy vasúti átkelő. Paszab határa a térképet nézd, de itt egy vonalban van velünk Paszabnak a központja. Bizony, és hát mondanak, picivel arrébb már ott lesz a Paszabi vasútállomás is. Úgyhogy itt meg van, hát itt meg a temető van mellettünk. Hát ez egy jó régi temető lehet, sírokból ítélve. Hát vagy csak itt a szélén van. Nem, ez inkább ilyen elhagyatott temetőnek tűnik, mert a másik oldalt nincs, vagy hogyha egyet nézek alá fel, nincs semmi. Itt sorban itt csak kb. Hát ez egy ilyen régebbi elhagyott temető. Na hát akkor haladjunk tovább. Na, hogy egy... Hát egy bő egy kilométer és a Paszabi vasútállomáshoz kéne, hogy érjünk. Na ezt nézzétek, Paszab megállóhelyen vagyunk jelenleg. Na, és itt van az épület. Egyébként valószínűleg régen állomás volt. Legalábbis még egy vágányi simán elfér. Egyébként itt vannak a sinek, csak kissé benne van a gazban. És ott arra fele kell tovább menni. Ja, és végem. Hát még egy kilométer és Tiszabercellen vagyunk. Hát itt is szépen néz ki a pálya. Hát nem semmi dzsumbúj volt, amivel előjöttünk. És ez már Tiszabercellnek az előjelzője. A háttérben látszik is a bejárati jelző. Ez messze van az majd akkor, mikor odaértünk. 200 méter. Na, ott látszik már a háttérben a főjelző. Ott meg az őrzővédő szolgálat. A zümzüm. Vagy a majom égeskék. Hát körébe ül. Hát azért nyáron nem biztos, hogy jönnék ide vonalat bejárni. Ja, főleg, hogy ide jönnek ki a Kanta úr. Igen, ne lehet, hogy jönnénk, csak utána egy pár őrzőpont, hogy jönnek, ne hazamegyünk. Hát főleg, hogyha csípős hangulatban lesznek. Ja. Nekünk meg aztán vakarombos hangulat. Az biztos. Ezt nézitek, hát ott azért eléggé el van veszve a gazba a sín, de itt viszont megint. Itt az út átjáró az még oké. Okay. És innen viszont meg már ki van pucolva az állomás területe. Négy vágányos állomás Tiszabercre. És ott egy régi távírókózna. Felvételi épület is úgy látom még megvan. Hát megvannak az azért, hogy a térvilágítás is, csak a vezeték már nincs. Meg valószínűleg a villanykötés sincsenek meg itt a... De benne van. Benne van? Aha. Csak a vezetéket azt eltüntették, úgyhogy ez már nem fog világítani. Maga egyszer újra húzzuk a vezetéket, akkor világítani. És itt van a felvételi épület, hát... Hát USB lappal be van. Ez az összes nyílászáró USB lapos. És ott arrafele tovább a következő Tiszabercell vásártér lesz. És innentől megint megvan a vezeték. Ezek akár még működhetnének is. És az érdekes, hogy ez a sínszál, ez rámérzésre C.
Ez pedig vékonyabb, tehát szerintem ez meg kisi. Tehát két különböző fajta sím van. És egyébként itt megint, tehát mintha az vékonyabb lenne. Ja. És eddig meg cécsinek voltak végig. És egyébként látszik, hogy a belső ez cécsin, egyébként meg kisi. Na, tiszadelszel beheted be te. És oldafele tovább van tiszadelszel vásáltél. Némi érdekesség, hogy itt régebben volt valami, mert egyébként itt van a bejárati jelző. Tehát elképzelhet, hogy itt alakjelző volt régen. És amikor fényjelzőre cserélték, akkor egyszerűen elflexelték. Hoppá, itt van némi belógó, igaz? És akkor mindjárt megnézzük a bejárati jelzőt a túloldalról. Az lenne a csoda, ha működne. Ja. És akkor itt volt a Tiszabercel vásártéri megálló. Ez viszont jó helyen volt, ez abszolút itt a falunak a fő utcája. Gondolom akkor még az a kocsma is működött szembe. Meg az a kisbolt is, most már egyik se. És ott errefele tovább. Hát ott viszont el is kanyarodik arrafele, tehát megyünk Gába Vencsellő fele. Valószínűleg addig tart a jó világ, ameddig a belterületen vagyunk. Na hát ezt nézzétek. Itt még az egész jó állapotok vannak. És itt van egy átjáró, ahol csak közúti járművek felhordták rá a sarat, de egyébként simán járható. És még ez se tűnik olyan nagyon veszélyesnek. Sín nem látszik ki a gazból, de egyébként itt mellette el lehet menni. Hát meg a Karkuszta is. És Gába Vencsellő az itt van, messze. És ott is már belterületen kell menni, úgyhogy az már egyszerű lesz. Na. Gába Vencsellő előtt vagyunk, és olyan sokkal. Azt mondja, hogy 333-as szelvény. Akkor még egy kilométer a következő megálló. Itt lesz valahol egy híd. Ott volt egy megszűnt megálló, Gába híd néven. Hát, rosszabbra számítottam, de ez így még egész jó. Aztán utána beérünk a település belterületére, ott már egyszerűbb lesz a helyzet. Aztán meg még kb. Egy a másfél kilométer balsa. Tehát már, ha ezen átverekedtük magunkat, már nagyon gazos szakasz nem lesz. Legalábbis remélhetőleg, azért a belterületen nyilván nem lesz nagy susnyás. De itt még egész jól lehet haladni. És itt vagyunk Gába hídnál. Valahol itt is volt egy megálló, de hogy hol volt a peron, az... Lehet yeah. A másik oldal. Hát lehet, de akkor itt is lehetett. És valószínűleg azért is szűnt meg, mert a másik megálló nagyon közel van hozzá. Itt a Gába Vencsellő alsó. Na. Viszont van gyalogjárda. Ezt gondolom a mai napig használják még ezt a részét a hídnak. Hát az előbb találtunk egyet, azt is mesélted. Ja, igen, találtunk egy november 24-i vonatjegyet. Miskolctól Takamazig. Na, akkor csak elérni. Hát itt a hídon viszont 48-as sinek vannak, ha jól látom. És betonaljak végig. Eléggé meg van süllyedve, ide is az ágyazott. Na viszont itt ki is van takarítva. Ennyire tiszta még ilyen zékült területen nem volt, mint most. És ott van egy szelvénykő, 337-es. És valahol a 340-es után valahol lesz a következő megálló. Nézzétek, ott van egy oszlopcsonk, és itt egy felvezető út, tehát itt lehetett a megálló. Már akkor már pláne jóval közelebb volt a másikhoz. És ez érdekes, mert hát itt ugye tényleg a nagyjából a semmi közepén vagyunk. De ott az év után már jönnek. Hát most ott van a templom, tehát itt már lassan közelítünk a fő utcára. Ja, meg ott van egy útátjáró. Még a Fehérház előtt. És szerintem a megálló is ott lesz, és nem alsó lesz előbb, hanem felső. Azt az előbb rosszul mondtam. És egyébként alsó után már balsa sincsen messze.
És itt van a megállóhelyre figyelmeztető tábla. És a következő valószínűleg ott a Fehérház környékén lesz. Előtte még van egy útátjáró. Nézzétek, itt az átjáró után pedig valószínűleg rögtön itt lehetett alsó, csak már semmi nyoma nincs. De valószínűleg itt volt a peron. Hát. Valószínűleg ez volt a peron. Hát minden, menjünk tovább, akkor aztán majd meglátjuk. De még kettőnek lenni kell. Bár ott meg lennie kellett volna egy épületnek, és akkor nem biztos, hogy ez az volt, mert egy épületnek is lennie kéne ott. Akkor majd még ott lehet, hogy tovább lesz, nem tudom. Ezt nézzétek, itt egy ilyen szép ívbe fordul a falu fele, és egyébként végig itt a gáton megy. Tehát errefele halad tovább egyenesen. Gyakorlatilag itt követi. Tehát itt végig itt a töltésen. Hát az egy szem távíró pózna, ami megmaradt. Egy szem, de csak erre marad? Valamiért ezt itt nem lopták el. Jaj, igen, még kettő, amit nem loptak el. Tették egy méter se, azért póznából egy-kettő megmaradt. Nem volt elég hideg a tél biztos, vagy ezt nem tüzelték el. Ott viszont végig látszik a betonalap. Tehát ott végig póznák voltak. És elvileg ott az íbe az már az előjelző. Tehát majd közelebb megyünk, meglátjuk. Ába Bencse előállomásnak a előjelzője. Most indultunk el kereken 4 órája. Ah, van ott egy szép es, ív is benne, és van, utána jön majd a maga az állomás. Hát és akkor jövünk már 4 órája, és kb. 12 km-t jöttünk eddig. Sok per kb. Hát van már 13 is. Hát én legyen, nem, már azért nincs sok. Összesen 15 km van balsáig. Hát ezt nézzétek, itt vagyunk Gába Vencselőn. És ez volt az állomás épület. Két vágány között itt van a peron. És itt csak két vágány volt, úgy tűnik. De persze a friss eltári szám az ott van. Na. Na, mit látsz? Na most kapcsolok meg, vannak szekrény rendszer. Sok minden nem látszik. Van bent egy csempekályha. Na, az még amikor ez üzemelt a vonal, amikor ezt még kirakták ide. Itt volt az utolsó vára. És ezt nézzétek, Gába Vencse elő. De féljétek, hogy igazából ez akár így, csak hogyha csak azért nézzük az utcát, akkor akár Svájcba is lehetnénk. Jó. Csak a felső vezeték hiányzik. Ja, a felső vezeték, igen. Meg egy-két modernebb épület, de egyébként is sipán. Akár Svájcban lehetnénk, de az mekkora volt az itt, amikor még itt azért az MK48-as befogott végig. Meg előtt a gondosan. Hú, de megnéztem volna. És mondom, még itt volt egy megálló így. Pont így, gyakorlatilag ez mond majd, hogy nem a fő utca. Azért nem egy nagy világváros, de szerintem ez a fő utca. Szerintem is. Így, hogy ezért jó helyen megy. Ez itt abszolút jó nyomvonalon ment a kis vasút. És hát mehetne ez még a mai napig is, hát itt biztos. Na most itt ott venne végig, Zsolna. Simán versenyképes lenne. 50-60-nal simán. Jó, meg nyilván az MK48-as helyett, meg azért baszkosik helyett, azért fapados baszkosik helyett, valami mondjuk egy ilyen BZ szintű motorkocsi párnázott ülésekkel légkondicionálva. Nem, vagy valami sima kis hasonló motorkocsihoz kell. Hát az, hogy legalább egy ilyen BZ szintet tartson ilyen felújítás után, hogy párnázott ülés, klíma, meg fűtés. Ugye szeneskályhás fűtés helyett valami modernebb, meg mondjuk nyáron nem állt, hogyha van klimatizálás is, meg 2021-et írunk rá. Ja, mert tényleg nem kályhával küldtünk a kocsiba. Hát igen, meg ugye nem fapados ülések, mint a boxkocsiba. Ja, meg nem potyantó kocsiba. Hát igen, tehát ilyen kis apróság. És már azzal is ezért előnyben lenne a busszal szemben, hogy van rajta WC. Ja. Tehát főleg, hogy néztük, hogy még a busz is másfél órát mennyi egyházaig, azt meg a vonat is tudta az elitem innen. Még úgy is, hogy csak 20-szal meg 40-nel ment. Szerintem annyi idő alatt a vonat is visszaélsz. Hát figyelj, 60-asra felhúznák a pályát. De simán, de. 40 km-t egy óra alatt simán. Csak azt mondom, hogy még egy óra se lenne. Hogy 16 óra 26-kor indul a busz Balsáról, és 17.40-re van Nyíregyházán. Hát az azért...
Kicsit durva. Hát kicsit durva, és menjél valami 30 kilométer összesen. Tehát ezt... 44, tehát ezt a vonat is tudja. 44 kilométer. Nem hiszem, hogy ezt a vonat te tudta volna, pláne amikor még itt 40-nel mehetett. És közben jaj, jaj, volt a jelző. Ez az elő, a főjelző mellett is szépen elsírtáltuk elpofázva az időt, de most már nem megyünk vissza. Én lopom. Így jártunk. Hát mindegy, hát ugyanilyen a jelző, mint a többi. Nem működik, és kész. Mondjuk te is lopottad, csak nem videóztad. Hát akkor haladunk szépen tovább, és látjátok, ez a svájci feeling azért még megvan. És itt volt az alsói megálló. Gálva Vencserő alsó. Hát itt a templomnál. Nem, ez egy templom. Ja igen, itt a harang, ez egy templom. Hát a tábla az már eltűnt, de egyébként ennyi volt, itt nem volt más. Se első beálló, semmi, ez egy táblás megálló hely volt. És itt a templomnak a harang. Igen. És csak külön van a harang. Ez olyan. Bemenjünk a templomba, gyódni. Figyelj, ha belépek az ajtón, szerintem széllábon beírakom, már ott a helyben elégtem. Szerintem még jövőre is itt lennénk, nem lenne elég ez a hátralévő párna, ha még az évből van. Az a baj, betennénk a lábunkat, szerintem már kigyulladnánk. Még az is lehet. Elég néha viselkod. Akkor itt mehetünk tovább, és elhagyjuk Gálva Vencserőt, a következő már Balsa lesz. És akkor tovább a nyílt vonalon, Balsa fele. Deltának. És bizony messze, hogy sokat nem kell menni, mert ez már a Deltának az előjelzője. Haladunk vissza. Hát igen, itt a temető után gondolom, hogy... Már úgy látom, hogy az utat követi. Hát tényleg megyünk még egy pár száz méter, hát ott lesz a főjelző, aztán... Már... Ugye jön a delta, aztán az állomás, és akkor ugye van a leágazás a Tiszapart fele. De mondjuk úgyis arra kell menni, mert az út ott van. Csak valószínűleg a Tiszapartig már fogunk lemenni. Hát addig nem. Jó, mondjuk nyáron esélytelen, azt láttuk, hát lehet, hogy most már azért. Csak hát ugye nincs ott semmi, amit ne láttunk volna már eddig is. De hát mindegy, majd meglátjuk, hogy mennyi időnk maradt, hogy például odaérünk. Tiszapart. Honnan kezdődik a gazos rész így a temető után? Nem tart a sokáig, ja, Kútból, igen. Látszik azért, 90-es éve generáció, még tud belőle egyedül inni. De falusi energia ital a Kútból. Megy. Jó, hideg, mi? Jó hideg, igen. Jó volt a Kútból? Jó volt a Kútból, ez a... Falusi energiaital. A falusi, igen, a legjobb energiaital, a Kútból. Ja. Ezt nézzétek, ott egyik adusz. Midi busz, vagy nem tudom mi, az itt csak egy hajó. Nem csak ez az érdekesség, hanem itt on topic is van. Meg megérkezünk a Deltához mindjárt. Ez nem a Delta, ez az állomás. Ja, sőt, ez már az állomás. A Delta. Úgy emlékeztem, a Delta után van. Hát ezek szerint nem. Ja. Akkor ez már az állomásnak a jelzője volt. Aha. Ja, és akkor innen van még tovább. Most ezt kevertem, azt hittem, úgy emlékeztem, előrébb van a Delta. Ja, persze, kicsivel később van a Tiszaparti ágazás. Hát akkor jelünk tovább. Balsa Hauptbahnhof. És meg itt is van Kútból. Nézzétek, itt van a... Itt is van Kútból. Ja. Itt felvételi épület, van egy Kútból, megnézzük az utcafrontot, és itt van a melléképület, van egy hóval. És az elmaradhatatlan friss leltári szám itt is megvan. Semmi érdekes, nincs itt között. Leltározni azt tudnak, de karban tartani nem mindenhol. Hát így néz ki az utcafronti rész, és egyébként a... Falu az még amarrébb van, hát itt nem sikerült jó helyre tenni az állomást. Akkor a balsai épület, hát a szolgálati lakás része az le van OSB lapozva. És akkor itt van a Delta, ugye a jobb oldali vezet a Tiszapart fele, a bal oldali, meg hát valami kihúzóvágány fele mehet. Vagy valami rakodó. De úgyis arra kell menni, úgyhogy azt megnézzük, annyi időnk még van, mielőtt lemegy a nap. Meg hát amúgy is erre kell a buszhoz menni. Jó, ott van az állóraktár. Lehet oda ment. Bekötötték Deltának. Azért hittem azt a múltkor, hogy arra van az állomás épület, mert ezt láttuk csak.
Azért lehet, hogy ilyen rakodó volt. De úgy bekötötte Deltának is. Biztos. Ja, ott a 38-as szelvény, és akkor még egy kilométer a Tiszapaszt. Ott a határjelző is. Határrádám jelző? Hát a biztonsági határ, igen, a két között. Határtalan jelző. És itt a Delta. Egyik vágány, másik vágány, és itt van az összekötő. És elfele van az áróraktár. Kettő is van. És gondolom itt van valahol vége a vágánynak is. Ez ennyi. Itt van valami épület, ez lehet mozdonycím volt. Sőt, biztos is, hogy az volt. Akkor azért innen tudtak kiállni a mozdonyok. Mind a két irányba, plusz amit itt az áróraktárból berakottak árut, az körbejárás nélkül bármelyik vágány, azért, hogy Sátrai Újhely fele is tudták vinni, meg a másik irányba is. És igen, itt volt a mozdony szín. Szerelőoknával. Nem. És még amott látunk egy szolgálati lakást. Hát igen, mert ez még őzösöket is látott ez a hűtőház. Nem tudom, hogy amikor még üzemelt a vasút használták, szerintem már nem. Ja, szerintem nem, eredetben van gyűlve. Van itt még egy fémbodega, de hogy ez mi volt? Itt a mávkerítés az, ami még mutatja, hogy ez bizony még vasúti terület. Kerítésen is sínszálak. Igen, ez szolgálati lakás lehetett ez. Mellényképülettel. Szerintem ilyen néző, szolgálati helyiség lehetett, ilyen öltöző, meg öltöző. Ilyesmi, hát oda most be tudunk menni. De. Igen. Én szobakonyha, igen, szolgálati lakás. Van itt valami? Semmi. Kamra lehetett, hogy két valami. Na, semmi. És akkor innen a Deltáról. Egy naplementés kép. Megy le a nap, úgyhogy abba kell hagyni a vonalbejárást is, mert innen már nem lenne sok értelme. Még éppen az van, hogy még lehet fényképezni, meg videózni, mert még lát valamit a kamera, de már sokáig. Úgyhogy lassan. És egyébként errefele van a Tiszaparti. De hát látjátok, hogy itt bizony komoly dzsungelharc lenne még, és hát már megy le a nap, már nem lenne értelme elkezdeni. Úgyhogy akkor szépen itt errefele csorgunk tovább be a falu felé, aztán megkeressük a buszmegállót. Az már megvan, itt csak beheljed a kettőnkbe. Ja, egyébként igen, itt látszik, hogy hol vagyunk. Ott is egy naplementés kép. Csak nem onnan. Gyere, hát csak onnan. Jön a kredenc. Ez hol megy vajon? Hát ez nem megy sokáig, no. És akkor ez ennyi lett volna akkor ez a vonalbejárás végül, és a terv az úgy, az mondhatni teljesült, mert sikerült bejárni egészen a végéig a vágányt. Úgyhogy a nyílvidéki kisvasút az most már 100%-ban megvan. Ez, hát nekem igen, de hát ez ennyi lett volna, akkor köszi, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok! Majd valamikor lesz még vonalbejárás, de pontosan hova, azt még nem tudom. Sziasztok! Adi.